Sziasztok! Újra itt vagyok, és ez egy új helyszín, ugyanis beköltöztünk, juhú! És egy kicsit visszhangzik a hely, úgyhogy már sokadjára veszem fel ezt a videót. Talán itt a legjobb, kell majd beszereznem lehetséges egy mikrofon, de írjátok meg, hogy mennyire zavaró ez a visszhang. Kéne még lakástextil, gyanítom, jó sok minden, meg képek a falra, és akkor lehet, hogy ez a probléma megszűnne, de mivel albérlet, ezért nem akarom túl dekorálni, meg nem is korrekt kifúrogatni, meg kiütögetni a falat, valamint nem biztos, hogy szeretnék még valami szőnyeget, bár nézegettem, de még nem dölt el, hogy milyen. Szóval kelleni fog lehet egy mikrofon. Na, de haladjunk igazából a történettel. Szerettem volna sok-sok beköltözős videót, de annyira gyorsan kipakoltunk, hogy erre nem került sor. Egy ilyen home tour jellegű videót tervezek, valamint mivel rájöttem, hogy gyakorlatilag csak hasznos dolgokra költöttem ebben a hónapban, kivéve a karácsonyfadíszeket, de amúgy az is hasznos, ezért lehet, hogy kéne csinálnom egy olyat, hogy milyen kiinduló edény és kellékmennyiséggel indulhat egy háztartás, egy konyha, mire van nagy szükség, mi az, amire rájöttem, kb. Mit hol szereztem be. Aztán pedig jöhetnek a takarítószeres, praktikus, pakolós, illetve szekrényrendezős videók is. Hogyha ilyenek érdekelnek titeket, akkor írjátok le, hogy melyek azok, miket készítsek el. Hát a nagy berendezkedésről nem videóztam, de ilyenkor az ember elveszti az eszét, és próbál minden nagyon gyorsan kipakolni, elpakolni, eldugni, rendbe tenni, és én csütörtöktől gyakorlatilag vasárnapig úgy mindent a helyére tettem, hogy élhető legyen, meg indulhasson a lakásavató szezon. Na mindegy. Szóval ebben a videóban most nem ezeket a termékeket fogom megmutatni. Nagy örömötökre, mert nem hiszem, hogy érdekel titeket feltétlenül a vasalódeszka, illetve a ruhaszárító, hanem nagyrészt PR termékeket fogok mutogatni, amiket cégektől kaptam tesztelésre, illetve ajándékba, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért az együttműködésekért, nagyon örülök, hogy így megbíznak a véleményembe, és hogy meg tudom osztani veletek, hogy miket érdemes megvenni, és miket kerüljetek esetlegesen el, mert nekem nem vált be, vagy az én bőrtípusomnak, igényemnek, életvitelemnek nem jó. Na de tényleg haladjunk, mert nagyon sok minden van itt, és kezd meleg lenni. Az előbb sikerült úgy felvennem a videót, hogy a ring light nem égett. Hát jobb érzés volt, mint amikor így telébe kapom a fény, de hát muszáj. És meg kell emlékeznem a mögöttünk lévő fényfüzérről, amit tegnap vettem a Pepco-ba 440-50 forintért, és nagyon-nagyon nagy, és nagyon-nagyon jó, és kisebbre számítottam, de brutál jó, hogy ilyen nagy, és fel tudtam tekerni, és le fog merülni a telefonom. Nem merült le a telefonom, 1%. Szuper. Tehát az első csomagban habfürdők vannak, illetve egy szobaillatosító az Avontól, és hát én nagyon szeretem az Avonnak a habfürdőit, mert nem irritálják a bőrömet, el se hiszem. És hatalmas nagyok, ez egy 1000 millis, illetve egy 500 millis, ezek a karácsonyi kiadásnak a részei. Ezeket választottam, az egyik egy redberries és csokis, tehát egy ilyen csokis, áfonyás, ribizlis. Áfonya vagy ribizli a redberries? Szerintem ribizli. És nagyon-nagyon édes, sütis, finom, kicsit savanykás, fanyar, szóval pont az, ami szerintem a karácsonyt, ezt a meghitt időszakot be tudja habozni. És a másik az pedig egy kicsit ilyen tisztább, hát olyan télies illat, olyan hideg télies, de mégis tök jó a habfürdőben érezni. Ez pedig ez a Good Night Sweet Sweatshirt, azt hiszem így mondják, illat, és hát mind a kettőt már elkezdtem használgatni, illetve Ádám is kipróbálgatta. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, mert így van már habfürdőnk is, meg szeretnék mindenféle fürdőnyalánkságot így a fürdőbe, hogy tudjuk variálni, és egyfajta home spa élményt tudjunk adni magunknak, mert tök jó. Megmutatom, és most kimásztam egy kicsit a képből, megmutatom a szobaillatosítót is, ami az Avontól érkezett. Úgy gondoltam, hogy ez nem lesz elég illatos, nem lesz elég jó, viszont tök jó, ez egy Winter Spice nevű illat. Ilyen pálcikás. Én eddig a pálcikás illatosítókkal úgy jártam, hogy semmit nem éreztem belőle, de ennél, hogyha így a kanapén ülök, és egy olyan 2 méterre van, nagyon intenzíven érzem, és amikor a szobából kimegyek a nappaliba, akkor is érzem ezt az illatot. Egy nagyon fűszeres, narancsos illatról van szó,
Én nem szeretem a narancsos illatot egyébként, de ebben egész kellemes, úgyhogy le a kalappal, nagyon tetszik. Nem egy ilyen kikendel tart, de azért érezhető, szóval szerintem nem egy olyan pénzkidobás, mint amiket én eddig a DM-ben meg Rossmanba vettem, amik azok voltak, úgyhogy ez szerintem egy elég jó termék. Ja, és plusz tipp, ha a radiátorra teszitek, még durvábban illatozik minden tőle. Egy új márkát is megismerhetek, ugyanis a Bedouin elküldött nekem termékeket, teveteljes termékeket, nem is hallottam még ilyenről, hogy ilyeneket gyárt bárki is. És két testvaj érkezett, egy kókusz illatú 50 ml-s, illetve egy 50 ml-s orgánis gránátalma magolajos termék. Ezek ilyen nagyon nehéz, zsíros tömörkrémek, amik ebben a téli időszakban szuperek tudnak lenni. Az orgánolajosnak nincs különösebb illata, ennek pedig tényleg ilyen kellemes kókuszolajos kókuszsír illata van, és tényleg olyasmi állaga van, mint a kókuszsírnak ezeknek a testvajaknak. Valamint érkezett egy levendulás fürdőbomba, és érdekes módon a fürdőbombák nem zavarják így a bőrömet, míg egyes tusfürdők de, és ennek is nagyon örülök. Megérkezett egy szappan, ezt viszont nem fogom használni, mert most a múltkor kipróbáltam egy szappant, és azóta berepedezik itt a körmömnél a bőr, úgyhogy kezem nem éri ezt a szappan dolgot. Arcra meg pláne nem szeretem használni, hiszen felborítja a pH értékét, hiszen eltolja lúgos irányba, de a másik három terméket ezt ki fogom próbálgatni, mert nagyon izgalmas ez a teveteljes történet. És végre megosztatom veletek az Ardec újdonságait, amiket egyébként már mutattam Insta-sztoriban, kövessetek kialakító néven, kukac kialakító, megtaláltok Instán, és sztorizni szoktam az újdonságokról, valószínűleg sok ilyen bontogatós videó oda fog felkerülni, és egy gyönyörű szép magas csomag is. Az Ardecóval én már gimiben megismerkedtem, volt egy ilyen pici türkiz szemhéj púderem, nagyon szerettem, nagyon sokat használtam, viszont itt meg is szakadt ez a történet, aztán nemrégiben együttműködtem velük, és rájöttem, hogy a világ legjobb filces tusát gyártják, és most küldtek nekem még egy csomagot, ez pedig a Glamtopia, Be Part of Glamtopia nevezetű ilyen kiadás, és nagyon jó a leírása is, hogy a kollekció új dimenziók egyesülnek a kollekcióban, szemed gyönyörködtető elemek találkoznak a minimalizmussal, elhozza a fényűzést a mindennapjainkba. Így a luxus a mindennapok részévé válik, anélkül, hogy túlzásba esnénk. A Glamtopia ebből a szimbiózisból születik, elhozza számukra a fényvilágát, a glamourt és eleganciát, melyre minden nő hagyatkozhat, hogy kiemelje egyedi szépségét. Hát ez brutál jó az a leírás. És elég sok termék van benne, púder, pirosító, rúzs, ilyen szájfény, illetve ilyen szivacsos szemhéjfestékek, és egy tus. Nyilván a tus az nagyon izgatott, de a púder is, és az volt az érdekes, hogy én egy ilyen full mattító púdert vártam, és nem az. Fogok ezekről csinálni amúgy videót. Szerintem egy sminkes videót, úgyhogy most nem megyünk nagyon bele a részletekbe, gyönyörű szép a púdernek a csomagolása, és iszonyatosan nagy ez a púder. És én inkább azt mondom, hogy ez majdhogy nem egy highlighter, egy nagyon szép visszafogott, sejmes fényű highlighterről van szó, mondjuk most egy ilyen full highlighter van rajtam, de rámegyek is látom, nagyon kellemes árnyalat, és vizes hatást kelt igazából a bőrön, nagyon-nagyon tetszik, és hát biztos, hogy sokszor fogom használni. A következő, ez egy pirosító ebből a kollekcióból, ez egy 3-as pirosító, ha jól emlékszem, és jól emlékszem. Van benne egy ilyen barnásabb, egy ilyen piszkos májvás árnyalat, és egy ilyen finom barackos szín. Mindhárom szín brutál pigmentált, úgyhogy ezzel aztán lehet bohóc arcot csinálni, illetve szemhéjfestéknek is jó, úgyhogy ésszel is okosan kell pirosítani, mert különben meg tud szaladni, nekem a múltkor megszaladt, úgyhogy én javaslom, hogy a májvásba íp, hogy érjen bele az ember, és akkor gyönyörű szép lesz a sminke, és tényleg nagyon szép és igényes sminkekről van szó, nagyon pigmentált, nagyon kellemes a finish, és nagyon szépen el lehet dolgozni, tehát amikor túlszaladtam is le tudtam szedni belőle, mert olyan szépen lehet
simogatni magát az anyagot, ami aztán tök jól beépül egyébként az alapozóba, tehát hogy utána nem moccan el, de egy darabig azért tudod vándoroltatni a színeket, és ez tök jó. A következő termékek, azok pedig ezekbe a kis dobozkákba érkeztek, három darab, itt a másik kettő, és ezek ilyen cushion, vagyis szivacsos végű applikátorral ellátott személyi festékek, a kupakba találhatjuk a színt, és van itt egy fehér, ami elég darabos, de egyébként az a kagylóhéj hatású fehér, és nagyon-nagyon szép, akár fedőnek, akár belső szemzugba is, sőt lehet, hogy én most ebből pattintok be a belső szemzugomba, mert gyakorlatilag nincsen rajtam smink, csak nagyon minimális. És itt láthatjátok, hogy azért brutál jól néz ki. Olyan hóeséses hatású, tehát igazi téli darabról van szó. Nagyon tetszik, kifejezetten gyönyörű, és jól el lehet ezzel az applikátorral is dolgozni. Az 54-es árnyalatút is, ami egy ilyen világos rózsaszínes, ebből is teszek fel. Úristen, de gyönyörű. Hát lehet, ez lesz a smink videó. De most akkor ide swatcholtam gyakorlatilag. Elképesztően szép, és ez is eldolgozható. Viszont ez a darab, ez kevésbé dolgozható el. Ez a 06-os árnyalat, ez egy metálos szürke. Ő hozzá kell egy ecset, és úgy tudsz vele szépen dolgozni. De egyébként tök jó a pigmentált színekről van szó, és mind a három brutál csillámos, és hát gyönyörű szép. Az utolsó előtti termék a tus, amiről már beszéltem, ennek rövidebb egyébként így a hegye, de tűhegyes, és ugyanúgy éjfekete, és nagyon könnyű vele bánni, nagyon könnyű vele tusvonalat húzni, és aki filces tusmániás, annak mindenképp az Art Deco tusait javaslom, mert ezek zseniálisak, aki meg nem mer húzni tusvonalat, annak is ezt ajánlom, az Art Deco-nak a termékeit, mert ezzel meg tudsz tanulni könnyedén. És a rúzs, a világ legtökéletesebb, leggyönyörűbb rúzsa, életemben nem láttam ilyet, csak Insta sztorikban. Ő lenne az, gyakorlatilag egy full csillámos rúzsról beszélünk, a széle teljesen csillámos, olyan, mintha bársonyos lenne, és ezt nem szvacsolom, mert még mindig nem vagyok rá kész, hogy belenyúljak. Egyébként a színe ilyen lila, és szerintem metálos lesz az egész, úgyhogy hú, váó! Na de haladjunk tovább, és gyorsan innen elpakolom az Ártekó cokmókokat, és akkor tudunk tovább nézelődni. Jöjjön a pupa doboza, és nem vagyok benne biztos, hogy minden benne van, mert már megmutogattam, megpróbálgattam ezt is. Viszont meg fogjuk nézni, hogy mi van ebben. A Gold Me kollekció például benne lapul, ami a karácsonyi kiadása a pupának. A pupa minden évben ad ki egy karácsonyi kollekciót tavasszal, nyári kollekciót, őszi kollekciót, tehát négy kollekció az borítékolható, emellett szokott ilyen sportkiadás lenni, vagyis az már volt, de hogy mindig van valami, amivel előrukkolnak, és nagyon szépen haladnak a trendekkel, fejlesztik a minőséget, pont az egyik barátnőmnek mutogatta meg az első pupa szemhéjpúdereimet, amit tesztelésre kaptam, meg a mostaniakat is, a Gréti is sminkes, és mondta, hogy úristen, mekkora fejlődés, meg milyen jó minőségűek. És ez a Gold Me Highlighter trió, ami gyakorlatilag így néz ki, három árnyalatból épül fel ez a szín, ilyen kicsit márványos, és nagyon-nagyon-nagyon csillámosnak tűnik, és hát az is. Tehát, hogy ez is ez a kagylóhéj effekt, és ha így eldolgozzuk, akkor is full csillám marad az ember, úgyhogy inkább ezt testre tudom elképzelni, szilveszteri buliban, szemhéjra, ilyesmire. Én ezt csak ide tudom majd használni, de mivel gyűjtöm a highlightereit, ezért ezt nagy becsben fogom tartani, és ilyen eseteknél elő fogom venni. Ugyan nem hiszem, hogy idén szilveszteri buliba megyünk, de lehet, hogy full csillám leszek akkor is, mert nagyon jók. És itt van a többi, egyébként a csomagolás az nagyon letisztult, aranypiros, ugye ez a pupának a fő jellemzője általában, és itt van egy ilyen fehér rész, nekem az Ordinary márkának, meg az ilyen letisztultság, ilyen korai vonal jut róla az eszembe, és itt a palettának, és nézzük a palettát, ami még nagyon-nagyon izgalmas,
Nekem a csomagolás, ez a fehér annyira nem tűnik így minőségének az arannyal, nem tudom miért, de egyébként már ez nem gyűjti az ujjanyomatot, tehát ebben is rengeteget fejlődött a márka, és nagyon jó az ár, és nagyon klassz ezt leszámítva, és nekem nagyon sokszor ezek a trend kiadások jönnek be legjobban palettákból. Ebben van matt szín, illetve van selyemfényű, és van csillámos is, tehát gyakorlatilag minden finish megtalálható, ami létezik, és a fehér, meg a fekete, ami mindig kardinális szokott lenni, tehát ez tudja. Tehát ilyen a mesében nincs, hogy valami ennyire fekete, meg ennyire fehér, hoppá, vele szaladtam, de hogy ilyenek legyenek, tehát csoda szerintem. És a többi árnyalat is csodálatos, és ezeket ugye annyira nem akarom megmutogatni, mert szintén videót tervezek, de azért megmutatok pár árnyalatot, tehát hogy így csodálatos. Talán ezek az aranyszínekben van az egyik, amelyik annyira nem nyert el a tetszésemet, egy kicsit így porzik, de a többi viszont csoda. Van itt egy Silky Lip Powder, ez egy ajak cucc. Méghozzá az érdekessége, hogy ilyen vékony az applikátora, majdnem mint egy tusnak, egy vastagabb tusnak. És ami még érdekes benne, hogy tényleg egy ilyen visszafogott, sejtelmes, de mégis metálos és matt színe van. Ilyen sejmes az egész finisse, és nagyon jól néz ki felkenve, imádom. Ez a 02-es árnyalat volt egyébként. A 01-es, ez pedig egy kicsit ilyen barackosabb, korallosabb, melegebb tónusú, ez pedig inkább bogyós a 02-es, de mind a kettő gyönyörű, és nem a klasszikus karácsonyi piros, hanem egy kicsit újítottak. Vannak még itt ceruzák, a 01, ami egy fekete, és ezt meg fogom tartani, mert sosincsen fekete szemceruzám, és ebben semmi csillám nincs, ez egy full fekete sima szemcerka, így meg. És van egy sötét barna, ami szintén olyan alapdarab, főleg így, hogy sminkelek is. Tökéletesek, mind a kettő matt, nagyon krémes, nagyon kellemes, nagyon szépen fog a vízvonalba. És van itt egy szemhétus, méghozzá egy ilyen óarany szemhétus, ezt is próbáltam már. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mutatós, nagyon pigmentált. Szerintem a feketére felé húzva mutat a legjobban, de tényleg fel tud dobni bármilyen sminket, és együtt is nagyon jól néz ki a rúzsokkal, meg a szemhéjfestékkel egy nagyon különleges, kicsit barokkos, aranyos, zsúfolt hatást tud adni, ha úgy sminkelsz, tehát hogy az a max, amit ki tudsz hozni ebből a kollekcióból, tényleg ez a túlzás, de gyönyörű, szép hatás. És ami jött ezzel a postával, az az idei cuki kis készlet, ez pedig a bánás kiadás, és ennek külön sztoria van, hogy a tengerek védelme újrahasznosított műanyagból készült, és szerintem ez nagyon jó, hogy a környezetvédelmi szempontokat is kezdenek figyelembe venni a cégek, valamint fel szeretnék hívni erre a figyelmet, hiszen mindenkinek tennie kéne most már valamit azért, hogy a globális klímakatasztrófa esetleg elkerülhető legyen, és apró kis lépésekkel, változtatásokkal nagyon nagy dolgokat lehet elérni. Nem kell teljesen felrúgnod a mostani életedet, de kezd el szelektíven gyűjteni a szemetet, ne vegyél mindig szatyrot, hanem vigyél magaddal vászontáskát és a többi. És ezzel rá tudjuk apránként szerintem szorítani a nagy cégeket is, hogy változtassanak, hogy gondolkozzanak el, és ezek a kampányok ezért is hasznosak, mert felhívják a figyelmet arra, hogy változtatni muszáj. És hát ez gyönyörű szép ez a sminkészlet, és szerintem bárkinek tökéletes ajándék, aki sminkrajongó, én gyűjtöm ezeket, nem titkolt szándékom, hogy egyszer majd egy vitrínben lesznek, és mindenkinek van szerintem egy kis gyűjtőszenvedélye, én most már próbálok a minimalistább vonalraban gondolkozni, de ezeket a szépségeket nem tudom elengedni, és nagyon-nagyon örülök, hogy kipróbálgathatom őket, és tesztelhetem, és megmutathatom, és eltehetem az unokáimnak is, mert szerintem ezek értéket fognak egyszer képviselni, egy tini pedig csapkodna az örömtől, hogyha ilyet kapna, úgyhogy én a tini rokonoknak, meg barátoknak ilyeneket szoktam venni, ilyen kis cuki palettákkal szoktam meglepni,
illetve amiket én ugye nem használok ki, azokat szoktam tovább ajándékozni. Szóval ez karácsonyi ajándéknak is egy zseniális ötlet. Vannak benne rúzsok, szemhéjfesték, szemceruza, van benne egy applikátor, mondjuk az semmire se jó az a szivacsos applikátor, leszokhatnának a cégek róla, hogy ilyet tesznek bele, illetve egy arc szekció, és gyönyörű, fényes, matt, minden van benne, gyönyörű, szép szerintem. És talán ez a bánás tetszik a legjobban a békás után, mert a béka királyos, attól én olvadoztam, úgyhogy gyönyörű, szép. Érkezett még a Pupától egy adventi kalendáriumom, aminek annyira örültem, mert én úgy szerettem volna réges-régedjet. Egyszer volt egy Balázs, amit magamnak vettem, de azt hiszem videóban bontottam ki, tehát ez a meglepetés, ez nem volt meg. Most viszont naponta bontogatom, vagyis inkább Ádám bontogatja és húzogatja ki a fiókot nagy örömmel. Úgyhogy harmadika van, és így meg tudom mutatni az első, második és a harmadik fiókot. A másodikban egy áttetsző lak volt, ez egy alaplak. Nagyon ritkán használok ilyesmit, de mostanában ilyen lemezesen felválik a körmöm, és elméletileg nincs vitaminhiányom, mert most húzattam le egy vérképet. Úgyhogy nem tudom miért, de lehet, hogy el fogom kezdeni, vagyis hát biztos, hogy el fogom kezdeni ezeket használni, hát ha akkor helyre jön. Az első fiókban pedig egy kis mini, ilyen travel size kiadású, vagy hát ilyen pici szemhéjfesték van, ami egy elhasználható mennyiség, és ilyen kis világos árnyalat, ami megkönnyíti a satírozást, nagyon kis sejmes, púderes hatású, és van egy enyhe, nagyon enyhe fénye, de inkább matnak mondanám, tehát tökéletes a szemhéj primerre, bázisra feltéve, és akkor ugye könnyebben át tudsz dolgozni bármilyen színt. A harmadik fiókocska, ami még így, amit tudok, mert harmadika van, amikor felveszem ezt a videót, az pedig egy bogyószínű, rózsaszínes, piros, inkább, hát, bogyószínű, de piros körömlak, ami ugye nagyon karácsonyi, ez a 040-es árnyalat. Én a Pupának nem annyira szeretem a körömlakjait, sokkal jobban szeretem a sminktermékeit, azok zseniálisak, és ahogy én hallottam, mert elcsíptem sajnos a sajtóanyagot, ahogy láttam, így pár mondatot úgy megragadt a szemem. Vannak benne fürdőtermékek is, arra még nagyon kíváncsi leszek, de képesztően örülök ennek a kalendáriumnak, és nagyon hálás vagyok a Pupának, hogy mindig elküldik az újdonságokat, és leírhatatlan öröm, hogy egy ilyen minőségi sminkeket gyártó cég, mint a Pupa, együtt dolgozik velem gyakorlatilag a kezdetektől, és ezért tényleg nagyon hálás vagyok. Nézzük tovább, van még itt egy Lovely csomag, amiben szintén sminkek vannak, és nagy részt csillámos fényes, egy kicsit már szétszakadt a gyönyörű szép csomagolás. Ezt már láthattátok szintén Facebookon, Instán, Instastoryban is. És van benne három paletta ebből a kis koppintásból, koppintás paletták, tehát ezek dupok. Én ezt meg is vettem, 2000 forint körüli összegbe került, de ez a narancsos, illetve a kék árnyalatú is megír egy misét. Nagyon sok youtuber töltött fel ezekről a videót, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ezekről lesz majd smink, de lehetséges, mert elképesztő ez a paletta is, meg elképesztő ez a kék paletta is. Sőt, ebben van zöld is, tehát ez a kékes-zöldes kiadás. És ezek tök jók, mert ilyen utazó kiszerelés. Ami a bajom vele, hogy brutál porzik, tehát hogy küszködős, és nagyon hamar el fog fogyni. Pedig a Lovely-nak általában zseniális minőségű termékei vannak, ez hagy kivetni valót maga után, de amúgy így fejlődik minden cég, hogy tanul a hibájából, tehát lesz ez még jobb is szerintem. Van itt egy ilyen testcsillám, ilyen highlighter, de full csillám. Mivel van egy hasonló, ugye, amit az előbb mutattam a Pupától, ez szerintem majd játékba landol. Van itt 4 darab körömlak, amikből szintén fogok betenni játékokba, meg egyébként van egy hatalmas dobozni játéknak való, szerintem azt januártól elkezdem kipörgetni közöttetek. Van még egy fekete és ilyen csillámos körömlak, valamint vannak ilyen topkótok ajakra, topperek. Topkót, jó. Szóval topperek, mert az ugye a körömlakfedő körömlak.
És ezeket bármilyen rúzsra rápattintjátok, már is csillámos. És idén ez a csillámtrend, ez nagyon durván berobbant, ugyan még én nem látom mindenkin, de gyanítom, hogy ha ezt tartani fogja magát jövőre, minden csillámporos lesz. Részben tetszik, részben meg hát vannak ellenérzéseim, mert nem szép, amikor le van peregve, már pedig a csillámpor néha pereg. Van itt egy ilyen kis színes, csillámos paletta, ez is szerintem játékba landol majd, mert ilyest sem gyakran használok, illetve van egy csomó csillámporom, és mindig sajnálom, hogy én azokat a sminkeket nem vetem be elégszer, úgyhogy be kell látnom, hogy a gyűjtő szenvedélyemet így át kell rátok ruháznom, és szerintem a kialakulat csoportban lesz gyakrabban játék. És van még itt két highlighter, ezek porállagúak, és gyönyörű szép arany és ezüst, ebből valamelyiket meg fogom tartani, mert nagyon szeretem a Lovely-nak ezeket a highlightereit, amik nem full csillámosak, hanem inkább ilyen sejjen fényűek. Úgyhogy ennek is nagyon örültem, és nagyon szépen köszönöm. Van itt egy lász csomag, amiből már hiányzik egy fürdőgomba, mert Ádámmal kipróbáltattam. És ezek mind pucértermékek, tehát csomagolásmentesek. Van itt a Snow Fair pucér tusfürdő, egyébként pedig egy újra hasznosított kendőből készült, ami palackokból van a csomagolás, tehát a dobozon belül a csomagolást egy kendő adja, és ez a Snow Fair, ezt kifejezetten ismerem, mert én ennek már próbáltam a rendes tusfürdő verzióját, illetve ilyen púderét is, és elképesztően jó, kellemes illata van. Ezt ki fogom tenni majd a fürdőben valami tálkába, és akkor onnan tudunk letörni belőle, és így tudjuk használni. Van itt egy arctisztító, ez pedig a Branche de Noël, vagy valami ilyesmi. Kézzel van írva, úgyhogy nem tudom, hogy értenem, hogy ez így mi. És ami érdekes, hogy egy ilyen nagyon természetes, kicsit agyagos illatú, arany, és vannak ilyen csillagok, és a sushira rátekerhető alga lap vonja be, és nagyon jó ezek szerintem, hogy nincs csomagolás most már, vagy vissza tudod vinni a csomagolást, a lásnál is ez van, illetve a kellapúdernél például újra tölthetőek a termékek, meg ilyen újra töltők vannak. Ez lesz a jövő, hogy bemész egy boltba, megnyitsz egy csapót, és a magaddal vitt kis flakonot, tartályad, üveged fogod feltölteni. Emellett van itt egy szappan is, ami ilyen kis csillámporos, nagyon szép. Hát igen, a szappan, amit ezelőbb mondtam, én nem fogom elhasználni, de ezt ajándékból oda fogom adni valakinek, és már nézem is, ez a... nem tudom melyik szappan, nem találom így hirtelen. A fürdőbomba pedig a Snowman Darling fürdőbomba volt, ami egy ilyen kis színes hóemberke volt, és nagyon-nagyon kellemes illata volt annak is. Ilyen sárgásra színezte a vizet, és annyira nem pezsgett, mint amennyire némelyik másik, de nagyon illatos lett tőle, ez az igazi lush illat lengte be a fürdőszobát. Enikő örült, mint majom a farkának, ugyanis érkezett egy mosószeres csomagom, méghozzá Sunsintől, remélem jól mondom a nevüket, és én már próbáltam az egyik terméküket méghozzá, a mosogató szerüket, egy zöldet, és most már kipróbálhatom a mosószerüket, öblítőjüket, ez például egy mosószer, egy bébiknek való, tehát ilyen allergiás érzékeny bőrre való termék, valamint van egy sima is, nagyon-nagyon jó illata van ezeknek a mosógéleknek, és ugye újrahasznosított műanyagból készült, tehát ezek mind környezetbarát termékek, és megpróbálok majd ezekre áttérni, nyilván meg kell találni azt, amit tényleg működik, és akkor tök jól kiválthatom azon ilyen kevésbé környezetbarát dolgokat, mint a Domestos vagy Florasep, meg egyéb dolgok, amiket még néha bevetek, de egyébként az ecet felé és az ilyesmi felé húz már a szívem, és nagyon gyakran használom azt. Illetve van itt egy vasgél, és akkor az egyik öblítő, ez volt akkor az öblítő, vagy ez volt az öblítő, nagyon kellemes illata van, és a múltkor már ezzel mostam. Valamint van itt egy ilyen bébi fürdető, ez ilyen pumpás adagolóval ellátott, ezt még nem próbáltuk ki, és van egy mosogató szer, ez jobban oldja a zsírt, mint a másik, amelyiket próbálgattam,
és ezek vegán és organikus termékek, úgyhogy zseniális, és öregszem, elkezdtem háztartást vezetni, ténylegesen, bár otthon is azt csináltam gyakorlatilag, de most még jobban örülök ezeknek, úgyhogy nagyon köszönöm. És jöjjön a saját vásárlásom, Pepco. Imádom, visszamentem érte, ezt nézegettem, gondoltam, a stúdióban jó lesz, oda tök szívesen vásárolok, mert magamnak most nem, és oda kell. De aztán rájöttem, hogy nekem kell itthonra, és szeretnék egy szép kis karácsonyi dekoros dobozt összegyűjteni, amit aztán minden évben előveszünk, és minimálisan bővítünk, úgyhogy belekezdtem. És én pont egy ilyen kis bénát választottam, aminek az ablakai nincsenek lefestve, vagyis csak elől. És mikor visszamentünk Orsi barátnőmmel, akkor jöttem rá, hogy ez pont egy ilyen selejtes darab, de én úgy szeretem a kis bína dolgokat. Nekem a kedvenc babáim is mind kicsit bínák voltak, és valamiért sajnáltam őket, és ezért még jobban szerettem, és itthon jöttem rá, hogy amúgy ez világít méghozzá színesen. Mondjuk jobban örültem volna, hogyha egy színűen világít, de így is nagyon mutatós, és szerintem ez ebbe a szobába fog majd bekerülni a dekorba. Vettem egy két hajlét, az egyik az itt van, a másik foggal, ami csak hol tűnt, de az ilyen rénszarvas szarvakkal ellátott, és Instán meg tudjátok nézni. 300 valamennyi volt, egyébként a kocsi az 1200 forint alatti összegbe került, illetve van ez a mikulásos, úgyhogy gyermeki énem előtört, és annyira nem vásárolok mostanában fölöslegesen, hogy úgy gondoltam, hogy ez belefér. Egy szatyor víz. Egyébként 3000 pár száz forintot fizettem, ha jól emlékszem az összesért, bár két Pepco-ba jártunk, tehát lehet, hogy 4000 forintot. És van itt 750 forintért egy ilyen pak, ezt a púderes, piszkos rózsaszín szeretném a fára, fehérrel kombinálva, úgyhogy ez így tökéletes. És vettem még ehhez illő másik dobozt, ebben kisebb gömbök vannak, az még nem dőlt el, hogy élőfa, vagy vágott fenyő, vagy műfenyő. Én a műfenyő mellett kardoskodom, mert ez 10-15 évig fenyő tud lenni, főleg holyat választunk. De írjátok le erről a véleményeteket, mert tényleg dilemmába vagyok, hogy melyiket, honnan, mi éri meg, jöhetnek linkek. És találtam, nem tudom mennyire fog látszani, 300 forintért ilyen két darabos unikornist, ez volt fehérbe is az egyik Pepco-ba, eltérőek a Pepco kínálatok egyébként, szerintem gyönyörű és imádnivaló, bár a tököm is csillámos lesz, mire feldíszítem a fát, de megéri. Találtam még szarvast, ez is 300 forint volt, 290, és itt ki is van bontva. És hát a szarvas az nem maradhat el ugye nálam, és ilyen színjátszó, és szerintem idén ilyen kristályos színjátszó dolgokkal fogom feldobni a fát, ilyen finom lesz és púderes, valamint szeretnék türkiszt, mert kint a szőnyeg türkiz, ilyen világos türkiz, világos kékes, és még olyat szeretnék, azt hiszem a kikben láttam, úgyhogy majd ezt még levadászom. Vettem három ilyen madárkát, amik szintén szerintem nagyon-nagyon cukik, és ők is 300 forintba kerültek, valamint ilyen kristályos gyémántokat. Ezekkel is, ha csak ezzel díszíti fel az ember a fát, ez is nagyon mutatós. 600 forintért, 590, bocsánat, én mindig felfele kerekítek, és 360 forintért, ettől teljesen lehidaltunk Orsival, ezek pedig ilyen kis csillagok, és hogyha csak ez lenne meg égősor a fán, az mennyire mennyei és gyönyörű szép lenne. Úgyhogy nem bontam ki, de majd megmutatom a karácsonyfánkat, hogyha már karácsony környékén járunk és fel lesz díszítve. És ez a dilemma is megvan, hogy idén lesz először úgy tényleg közös karácsonyunk Ádámmal, hogy milyen jó lenne korábban felállítani ezt a fát. Viszont mind a kettőnknél igazából a hagyomány az az, hogy 20-a körül, nálunk 23-án van karácsonyfállítás reggel, De most tényleg úgy szeretnék abba a millióbe hangulatba lenni, és tudom, hogy ez most trendi, hogy mindenki hamarabb állít fát, valaki úgy gondolja, hogy több gáz, ezt írjátok meg, de nagyon jó lenne, ha már itthonról dolgozok, így karácsonyi pompában lenni, és úgy átélni egy kicsit ezt a nyugalmat, meg hitséget, és átérezni az egészet.
Hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, tudom, hogy baromi hosszú volt, de ez így alakult. A költözés miatt minden egy kicsit megcsúszott, szerettem volna vlogmas jellegű dolgokat, de ezt már nem tudom garantálni, mert a munkáimmal próbálom magam utolérni. De remélem, hogy azért élveztétek, és tetszeni fognak a tartalmak, mert januártól nagyon izgalmas tartalmakkal készülök nektek. Legyen szép napotok, és sziasztok! Ja, like meg, csengő meg, minden varázslat lent, jó? Sziasztok!